Újabb 22 milliárd az ipari park közművesítésére kapott támogatást a nyíregyházi önkormányzat. Nyírbátori fejlesztés, kitisztítják a tavat a papok rétjén és korszerűsítik a sétányt. Városnapok két napos rendezvénnyel várják a nyíregyháziakat a hétvégén a Kossuth térre. Újabb fontos lépéshez érkezett a nyíregyházi ipari park fejlesztése. A megyeszékhely önkormányzata több mint 22 milliárd forint támogatást kapott a villamos energiahálózat kiépítésére. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A nyíregyházi városvezetés még tavaly bővítette az ipari park területét, ami iránt már két jelentős vállalat is érdeklődik. Velük jelenleg is folynak a tárgyalások. Ha sikerrel zárulnak, nyáron be is mutatják az új befektetőket. Egy a nyíregyháziak számára már jól ismert cég telephelye látható a háttérben a régi 4-es számú főút mellett található ipari parknál. Az eddig 127 hektáros területen több vállalat is tevékenykedik. A megyeszékhely önkormányzata ezt ezzel az újabb 423 hektáros területtel bővítette. A vásárláshoz, az átminősítéshez és a tereprendezéshez összesen 20 milliárd forint támogatást kapott a város. Szerdán Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere újabb bejelentést tett. Az önkormányzat újra jelentős támogatást nyert el, amivel hamarosan a közművek kiépítése is megkezdődik. Most a múlt heti kormány döntéssel 22,7 milliárdot erre kaptunk, hogy a szükséges villanyáram kapacitás tervezése és kiépítése megvalósuljon. Ebből 7,6 milliárd közvetlenül az önkormányzathoz érkezik, az Opus Titanshoz, a Mavirhoz, az MVM-hez, tehát a villanyárammal foglalkozó nagy országos cégek tervezéséhez, fejlesztéshez, kivitelezéséhez a nagyobb rész. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ma már egyáltalán nem lehet enélkül komoly befektetőkkel komolyan tárgyalni komoly befektetésekről. Az önkormányzatnak nem csak gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzési céljai vannak az ipari park fejlesztésével. Jászai Menyhért nyíregyháza alpolgármestere hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy egyre több helyi fiatal lásson lehetőséget a szakképzésben, akiket aztán az ipari park vállalatainál foglalkoztatnak. Mint mondta, így jelentősen lassítható az elvándorlás, de a korábban elvándoroltak is visszatérhetnek a megyeszékhelyre. Megtartsuk a fiatalokat, és hogyha van rá lehetőség, akkor vonzó alternatívát nyújtsunk arra, hogy aki már más helyen vállalt munkát, hazatérjen Nyíregyházára. Tehát mindenképpen ez az eszköz a kezünkbe arra, hogy itt Nyíregyházán jobb életkörülményeket biztosítsunk és jobb életet teremtsünk. A sajtótájékoztatón elhangzott, a vállalatok körében egyre nagyobb az érdeklődés a megyeszékhely ipari parkja iránt. Az önkormányzat jelenleg két vállalattal is előre haladott tárgyalásokat folytat, ami nagyban meghatározhatja Nyíregyháza gazdasági és munkahelyteremtési jövőképét. Amennyiben a tárgyalások a közeljövőben eredményesen zárulnak, a városvezetés nyáron mutatja be a két befektetőt. Folytatódik Nyírbátorban az önkormányzati bérlakás program, 2 milliárd forintból megújul a Bátori István Múzeum, valamint épül egy bölcsőde is a településen. A papok rétjén tisztítják a tavat, korszerűsítik a sétányt, a következő évek legnagyobb, több 10 millió forintos beruházása pedig a várost elkerülő út megépítése lesz. Üresek a padok a nyírbátoriak egyik kedvenc találkahelyén, a papok rétjén. Ami nem meglepő, mivel munkaképek zajától hangos a környék. Markoló szedi ki a felesleges iszapot a tóból, és már elkezdődtek a sétány felújításának munkálatai is. Nem messze, a görögkatolikus bölcsőre építésén dolgoznak. A Bátori István Múzeumban pedig már készülnek a hamarosan kezdődő felújításra. Máté Antal polgármester elmondása szerint a jelenleg futó beruházások mellett több projekt is előkészületi fázisban van a városban. Fontos helyszínen vagyunk itt a papokréti tónál, hiszen itt több olyan a város jövője szempontjából meghatározó beruházás zajlik, ami azt gondolom, hogy a következő években és évtizedben is jelentős fejlesztést jelent. Nyilván a többség az az idegenforgalomhoz kapcsolódik, hiszen itt a templom környezetében vagyunk. Egyfelől igen, a sétány bővítése az egy rendkívül fontos beruházás, ami már elkezdődött, ezt a megyei önkormányzattal közösen valósítjuk meg. De
ide a tó túloldalán egy kiemelt állami beruházásban a Bátor István Múzeum is teljesen új arculatot és új tárlatot és új kiállítást fog tudni megnyitni a következő években. És ez a helyszín nem csak műemlékileg fontos, hanem nagyon sok infrastruktúrális ellátást is biztosítunk, hiszen ugyanúgy a másik oldalon pedig egy egyházi fejlesztésben a görögkatolikus bölcsőde épül, ami meg pedig a város lakosság megtartó és lakosságvonzó képessége szempontjából fontos, úgyhogy nagyon sok partnerrel, nagyon sok beruházás indul ebben az évben is, és nagyon sok pályázatot is készítünk elő a jövőben. Az önkormányzat által biztosított saját erő mellett egyházi, állami és uniós forrásból finanszírozzák a nyírbátori beruházásokat. Önmagában a múzeum az több milliárdos tételt jelent, itt nyilván még a közbeszerzések, a költözéssel kapcsolatos költségek még pontosításra kerülnek, de itt több milliárdról beszélünk. Maga a sétánybővítés és a lóvarda fejlesztés, ami egy csomagban van, az nagyjából egy 300 millió forintos összeget jelent, és nagyjából a bölcsőde is ennyi, de hát itt a következő években ettől nagyobb volumenű projektekben is gondolkodunk, hiszen a kormánnyal közösen dolgozunk az elkerülő út építésén, ami önmagában több 10 milliárdot is felemészt, és hát nyilván, ahogy megyünk előre az időben, itt azért majd még a költségek alakulása is megkérdőjeleződik. Nyírbátorban másfél éve adták át azt az épületet, amelyben önkormányzati bérlakásokhoz jutottak pályakezdő fiatalok. A szomszéd telken ismét elkezdődött az építkezés. Folytatni szeretnénk az önkormányzati bérlakások építését, ez egy nagyon sikeres program, nagyon sok fiatal jelentkezett, és be is költöztek viszonylag gyorsan. Ma már megint hosszú sor áll a lakások igénylése előtt, úgyhogy azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy a befektető bevonásával épülő lakásokból az önkormányzat vásárol olyan ingatlanokat, amit bérlakásként fog a jövőben kiadni. Így egyszerre nem kell egy nagy tömböt megépítenünk, de minden évben tudjuk bővíteni az önkormányzati bérlakásállományt, ezt szeretnénk hosszú éveken keresztül folytatni. Nyírbátorban is készülnek a nyári szezonra. A város fürdőjében elvégezték a szükséges felújításokat, és két csendesebb év után ismét a megszokott kulturális programokkal várják majd a városlakókat és a turistákat. Már csak másfél hónapig érvényesek a pandémia alatt lejáró okmányok. Június 30-áig fogadják el a 2022. március 11-e és 2022. május 31-e közötti lejárati dátummal rendelkező személyi igazolványokat, jogosítványokat és más hivatalos papírokat. A kormányhivatalokban azt mondják, nem érdemes az utolsó pillanatig várni a meghosszabbítással, aki biztosra akar menni, foglaljon időpontot az ügyintézéshez. Szinte kiürült a nyíregyházi Kossuth tér és környéke két évvel ezelőtt. A koronavírus járvány miatt, aki tehette, otthon maradt és onnan dolgozott. A járvány ideje alatt lejáró okmányokat sem kellett megújítani, hogy kerüljék a személyes találkozásokat a kormányablakokban. A türelmi idő június 30-án lejár. Elsősorban itt a személyazonosító igazolványra kell gondolni, a vezetői engedélyre, illetve az útlevélre, de természetesen vannak más okmányok is, amelyeknek az érvényességi ideje lejárt. Ezeknek a személyazonosításra alkalmas okmányoknak a 2020. március 11-től 2022. május 31-ig tartó időszakban, ha lejárt, vagy lejár az érvényességük, akkor ezeket kell meghosszabbítani, aki még ezt nem tette meg. A személy azonosításra alkalmas okmányokat továbbra is a kormányablakokban lehet meghosszabbítani. Már hosszú ideje időpontfoglalás nélkül is fogadjuk az ügyfeleket, mert ugye pandémia alatt volt egy olyan időszak, amikor csak időpontfoglalással lehetett jönni, viszont most is lehetőség van időpontfoglalásra, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területén, 15 településre kiterjedően, és 5 kormányablakunk van ezen a 15 településen, 3 ebből Nyíregyházán. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ügyfelek már egyes kormányablakaikban erre a hétre, de a jövő héttől kezdődően pedig minden kormányablakunkban van még szabad időpont, amit lehet foglalni. Időpontot kétféleképpen is foglalhatunk, a 1818-as telefonszámon vagy online. A szakember azt mondta, ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, akkor a kormányablakok bármelyikénél azonnal létesíthető és használható az ügyfélkapurendszer, de az első alkalommal még személyesen kell ehhez a kormányablakban regisztrálni. Azok számára, akik külföldi utat terveznek, érdemes mielőbb ellenőrizni az igazolványokat, mivel a lejárt okmányokat külföldön nem fogadják el.
Ismét lehet jelentkezni a Nyíregyházi Önkormányzat új életfa programjára azoknak a szülőknek, akik gyermekük születését faültetéssel szeretnék emlékezetessé tenni. A felhívásra most a 2020. december 1-e és 2022. június 30-a között született, illetve születendő gyerekek szülei pályázhatnak. A faültetés szeptemberre tervezi a városüzemeltetés. Ilyen keskeny levelű kőrisfákat ültettek legutóbb az új életfaligetbe. Az önkormányzat programja 8 éve indult. A töretlen érdeklődés miatt ez már a második helyszín, ahol fát ültethetnek a szülők azért, hogy emlékezetessé tegyék gyermekük születését. Az új életfa elnevezési programunk az 2014-ben indult, ezt az önkormányzattal közösen indítottuk el. Ennek a lényege az, hogy a születendő gyermekének mindenki ültethet egy fát. 2014-ben az első helyszín ugye az Alkotás utcai játszótér mögötti terület volt, ami 2 év alatt gyorsan be is telt, ezért a Búvár utca mögött lévő területen nyitottunk egy második helyszínt ezzel kapcsolatosan. 2019-ben a kedvezőtlen időjárás, azt követően pedig a pandémia miatt maradtak el a fatelepítések. Hosszú szünet után a közelmúltban 63 facsemetét ültettek el a ligetben. Azóta új felhívást tett közzé az önkormányzat. Meghirdettük az újabb akciónkat. 2020. december 1 és 2022. június 30-a között született, illetve születendő gyermekek szülei pályázhatnak erre az akcióra, és ősszel tervezzük az elmaradt fák elültetését, illetve a mostani pályázatban jelentkezőkkel közösen a fák elültetését. Az önkormányzat kezdeményezésének köszönhetően az elmúlt években összesen több mint 360 fát ültettek a nyíregyházi családok. Városnapi program sorozat várja a látogatókat május 13-án pénteken és 14-én szombaton a Nyíregyházi Kossuth téren. A két napos rendezvénnyel Nyíregyháza újra telepítésének 269. évfordulóját ünnepli a megyeszékhely. Idén is koncertek, szórakoztató és játékos programok várják az érdeklődőket, a város tortáját pedig akár 3000-en is megkóstolhatják. Így néz ki a város tortája 2022-ben. A fehér csokis Jonatán alma tortát Kolonnai István mestercukrász álmodta meg, a sipkai cukrászok pedig 320 kg almából, 60 kg fehér csokiból, 2400 tojásból, 38 kg lisztből és 50 kg vajból készítik majd el. A desszertet a térségre jellemző alapanyag teszi igazán szabolcsivá. Az alma több textúrában jelenik meg az édességben, az almaliszttel készült tészta és a sűrített almanektárba kevert pirított gyümölcsdarabok, ízes elegye található egy szeletben. A torta a hétvégi városnapokon kóstolható majd meg. Pénteken 6 óra után kínálják meg a közönséget a különleges finomsággal. Ez az eddigi legnagyobb, tehát 3000 szeletes torta lesz. A legutóbbi az, ugye úgy határoztuk meg, hogy 2019 szeletes volt, valamennyivel egy kicsit több volt, de ugye kötöttük az évszámhoz, most 3000 szelet lesz. És az összes olyan cukrászatnál megforduló tanulónk, ágazati alapképzésben lévő tanulóink, felnőtt cukrász hallgatóink vannak, akik ugye hétköznaponként más csinálnak, de egy héten kétszer bejönnek hozzánk cukrászatot tanulni, és ők is holnap ezt fogják csinálni. Körülbelül olyan 80-90 cukrász tanuló az, aki közreműködik, illetve vendégtéri szaktechnikusok is majd segítenek a kiosztásban a Kossuth téren. A sajtótájékoztatón elhangzott, május 13-án pénteken 6 új értékkel bővül a települési értéktárgyűjteménye. A Nyíregyházi Törvényszék épülete mellett többek között a Vikás Sándor Zeneiskola pedagógusainak és tanulóinak tevékenysége, valamint Váci Mihály munkássága is az értékek közé kerül. A hagyományokat folytatva testvérvárosok is érkeznek az ünnepre. Mivel 2 éves kihagyás után tudjuk megrendezni újra, ezért 2 napos rendezvényünk lesz. Ugye 13-án hagyományos városnapi rendezvények lesznek azzal a plusszal, hogy már délelőtt 10:30-kor a gyerekeknek kedveskedünk egy dongó koncerttel.
és ide majdnem 700 abadást várunk, tehát Nyíregyháza majdnem minden abadás eljön és megnézi ezt a kis koncertet. Ugye lesz, van egy rendezvény sorozatnak egy protokollális része, amely egy órától 3-4 óráig tart, de közben 3 órától már a nagy színpadon, ami a Kossuth téren van felállítva, a Nyíregyházi Néprenc együttesek lépnek fel, és mivel Leperjessel 30 éves évfordulót ünneplünk, eljön az egyik legjobb néprenc együttes Szlovákiából, amely Leperjesi, a Dubrava, amely ad egy nagy műsor. Pénteken délután 6 óra körül több esemény helyszíne lesz a városközpont. A Tour de Hongrie mezőnye ekkor érkezik Nyíregyházára. A főtéren 6 óra után tortakóstolás várja a közönséget. A pénteki nap Steve Tiprol koncerttel zárul. Másnap a Szelektív Szombat játékos vetélkedőire várják a családokat. Az esemény fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A tudáspróba mellett számos szórakoztató program várja majd a látogatókat, a szombati rendezvény sorozat fél héttől az LGT sztárjainak koncertjével ér véget. Súlyos baleset történt kedden délután a 4-es főút és az M3-as autópálya Nyíregyháza előtti csomópontjában. Egy kis teherautó fordult a strádáról a 4-es főútra Debrecen irányába, és közben ütközött a személyautóval. Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A helyszínen és idejére korlátozta a forgalmat a rendőrség. Legalább negyed órás testmozgásra ösztönzi a megyében élőket a kihívás napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Települések, tanintézmények, munkahelyek, közösségek jelentkezhetnek, hogy képviselőik május 25-én szervezett keretek között sportoljanak egy országos verseny keretében. A kihívás napja 1982-ben indult el Kanadából, Magyarországon pedig 1991 óta vetélkednek a legsportosabb címek elnyeréséért. A rendezvény célja a sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzés. A 90-es években idehaza népszerű volt a versengés, amelyet ismét szeretnének a korábbi szintre emelni a szervezők. A pandémiás helyzet közben azért nagyon sok olyan élmény kimaradt az emberek életéből, akár sportélmény, akár közösségi élmény, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg kell, hogy legyen a mindennapokban. És a kihívás napját ezért is szeretnénk szorgalmazni, és ezért is gondoltuk azt, hogy minél több szervezethez, önkormányzathoz, civil szervezethez, munkahelyi közösséghez, civil közösséghez, vagy akár csak olyan közösségekhez, családokhoz, akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, eljuttatjuk ezt a hírt, és kérjük őket, hogy vegyenek részt ezen a kihívás napi rendezvényen, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly és egy nagyon kellemes közösségi élményt nyújt azoknak, akik ebbe bekapcsolódnak, és ez a 15 perc mozgás egy-egy településen, egy-egy közösségben, én úgy gondolom, hogy sokat segít mind a mentális, mind az egészségügyi állapoton és a sporthoz való kötődésen is. A megyei közgyűlési elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nincsenek korlátok, bármilyen életkorban el lehet kezdeni a rendszeres sportolást. A sport területén is nagyon gazdag tartalmat tudunk hozzátenni az életünkhöz, gazdagítani tudjuk az életünket azzal a kihívással, amit a sportolás jelent, akár naponta 15 percet, vagy hát ezen a napon, ezen a jeles napon 15 percet. Ennél persze sokkal több is lehet, és remélem, hogy minél többen elkezdenek sportolni, bármikor is el lehet kezdeni, bármilyen életkorban, bármilyen élethelyzetű ember elkezdheti a mozgást, jobban figyelni magára, az egészségére, és ezáltal a kihívás ügyét szolgálni, megfelelni a kihívásnak. A rendezvényhez csatlakozik a Vakok és Gyengén Látók Megyei Egyesülete is, amely érzékenyítő programokkal igyekszik segíteni a fogyatékkal élők integrációját. Két programmal készülünk, az egyik május 18-án szerdán a Bújtosi Parkban kondiparkot fogunk felfedezni látássérültekkel, és ott fogunk szabadtéren mozogni, illetve május 26-án a Közösségek Hete alkalmából, illetve a kihívás napján pedig a Múzeumfaluba, Sóstói Múzeumfaluba várjuk a látássérülteket, illetve a látássérültek családtagjait, vagy mindazon embereket, akik szívesen mozognának látássérültekkel. A kihívás napjára május 20-áig lehet nevezni a rendezvény honlapján. Május 25-én, szerdán pedig 0 órától 21 óráig végezhetik a minimum negyedórás aktív testmozgást a programban résztvevők. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Újabb fontos lépéshez érkezett a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése. A megyeszékhely önkormányzata több mint 22 milliárd forint támogatást kapott a villamos energiahálózat kiépítésére. A Nyíregyházi Városvezetés még tavaly bővítette az ipari park területét, ami iránt már két jelentős vállalat is érdeklődik, velük jelenleg is folynak a tárgyalások. Ha sikerrel zárulnak, nyáron be is mutatják az új befektetőket. Folytatódik Nyírbátorban az önkormányzati bérlakás program, 2 milliárd forintból megújul a Bátor István Múzeum, valamint épül egy bölcsőde is a településen. A Papok rétjén kitisztítják a tavat, korszerűsítik a sétányt, a következő évek legnagyobb, több 10 millió forintos beruházása pedig a várost elkerülő út megépítése lesz. Városnapi programsorozat várja a látogatókat május 13-án pénteken és 14-én szombaton a Nyíregyházi Kossuth téren. A két napos rendezvénnyel Nyíregyháza újra telepítésének 269. évfordulóját ünnepli a megyeszékhely. Idén is koncertek, szórakoztató és játékos programok várják az érdeklődőket, a város tortáját pedig akár 3000-en is megkóstolhatják. Május 11-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán éjszaka helyenként borult időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 14-18 fok között alakul. Csütörtökön napközben igazi nyári meleg idő várható, eső nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz. A hét további részében napsütésre és esőre egyaránt lehet számítani, 25 fok feletti hőmérsékletekkel.